Felkerül a vőfélbotra a szalag, és megkezdődik a lakodalom. Persze csak a színpadon. És ez egy ősbemutató első pillanata, ami egy új kezdet a Bonyhádi székelykör életében. Az eddigiekben csak népdalkörként jegyzett szervezetben vezetőváltás történt, és az új elnök új elképzelésekkel is jelentkezett. De erről inkább meséljen az érintett. Tele voltam tervekkel, elszántsággal, és egy részletet láttatok ebből az elszántságból itt a színpadon, illetve a betonos részen. Én azt gondolom, hogy a mai világban ez egy nagyon becsülendő dolog, hogy ennyi ember egy helyen megmutatja magát. Nagyon szeretnénk arra törekedni, hogy a székelyeknek a hagyományait ápoljuk. Eddig az együttes úgy működött, hogy tehát kórusként működött, most viszont bővítettük a repertoárunkat, és most már a táncaikban is megmutatjuk a székelyek hagyományát. Megmondom őszintén, hogy egy lehetetlen vállalkozásba fogtam. Az internet segítségével tagokat toboroztam, tehát kiírtam a Facebookra, hogy az Egyesület megújul, és várjuk újabb tagok jelentkezését, és az én legnagyobb meglepetésemre nagyon sokan jöttek, úgyhogy az első próbán már 31-en voltunk. Az idős asszonyok nagy része már a népdalkörben is tevékenykedett, ugye eddig csak énekeltek. Akkor, amikor én elmondtam, hogy miben szeretnék kezdeni, és hogy vigyünk színpadra jeleneteket, néphagyományokat, így most a lakodalmast is, amit láttatok, nem lehetett visszafogni őket, hogy ne álljanak be táncolni. Tehát én azt gondoltam, hogy először csak énekelni fognak, aztán beálltak táncolni. Két asszony van, aki az éneklést erősíti, úgyhogy nem áll be a táncosok közé, de ők is csak azért, mert nagyon fáj a lábuk, úgyhogy egészségügyi problémák miatt. Úgyhogy nem kellett őket unszolni, benne van a vérükben. És jöttek az aprók is, így mindjárt két legyet ütve egy csapásra elkezdte működését a kicsik csoportja is. A felnőttek részéről pedig a lelkesedésben nem volt hiány az első fellépés alkalmával sem. A bemutatón természetesen részt vett a székelyköd eddigi vezetője is, aki meghatódottan figyelte mindazt, ami történik. Csak egy népdalkört működtettünk annak idején, de azzal minden szép eredményt elértünk, rengeteg aranyminősítést, nívódíjat, nagydíjat, amit lehet, azt mindent megnyertünk, és már 30 év után szerettem volna letenni. Körülbelül 4 éve keresek utódot, és most végre az Elvira, ő a művészeti vezetője volt az Egyesületnek, meg most is az, ő elvállalta, és akkor így most hála Istennek sok fiatal, nagy lendülettel látom, rengetegen lettek, és sok a fiatal, és bízom benne, hogy amit felépítettünk, az fog tovább élni velük, mert csodálatosak. Én nekem potyogtak a könnyeim örömömben, amikor néztem őket. Én mindig úgy éreztem, hogy a hagyományok az csak az időseknek fontosak. És most látok fiatalokat, és ez nagyon jó, hogy végül is lesz, aki viszi tovább. A Bonyhádi székelyködben tudják, mostantól hosszú út vár rájuk, amíg céljaikat elérik, hiszen tervben van a további táncok megtanulása, a rendszeres fellépések és a minősítések megszerzése. De legfőképp azt hagyja a csoportot, hogy megmutassák és továbbadják az eredeti székelytánc kultúra szépségét.